Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz egy olyan háttérrel, amit szerintem még soha nem láttatok. A kanapén ülök éppen, és eszembe jutott, hogy mennyire régóta szeretném megcsinálni ezt a videót, úgyhogy most meg fogjuk csinálni ezt a videót. Nem saját ötlet, külföldön láttam ezt a pontos tematikát. Magyarországon egyébként Hédi csinált egy hasonló videót, azt belinkelem nektek, de nem pont ugyanez lesz. Ugyanis ebben a videóban a Fiverr oldalt alkalmazást fogom használni, nem szponzoráció, de a lényege az, hogy ezen a Fiverr-ön úgymond szabadúszó művészek, mondjuk így, hirdethetik magukat és vállalhatnak el munkát. Woohoo! Meglepetés vendég! Hi! Sziasztok! Tudod, mit fogunk csinálni? Most kezdtem el egyébként elmondani. Nem. Fiverr alkalmazáson fogok idegeneknek fizetni, hogy photoshopoljanak szépre. Befejezem akkor a magyarázást, úgyhogy Bence is értse igazából. Mert hülye vagyok, vagy? Bence nyelvén is elmondom. Nem, csak lesz benne egy kis csavar. Tehát a Fiverr-ön mindenféle olyan munkát hirdethetsz, amit online meg lehet csinálni. És természetesen vannak olyanok is, akik Photoshopot vállalnak. Van, aki írja, hogy mivel szerkeszt, van, ami nem írja, aki nem írja, hogy mivel szerkeszt. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egy órán belül megvan. Van, aki nagyon-nagyon extra ígéreteket tesz, de a lényegben, hogy Photoshopolnak. Ezt fogjuk mi kihasználni, és a trükk, a csavar az egészben annyi lesz, hogy nem fogok nekik semmi támpontot adni, csak azt fogom nekik írni, hogy photoshopoljanak szépre. És ez a fordulat az egészben, hogy kinek mi lesz a szép. Aha. Még nem tudom, hogy milyen képet fogok egyébként választani, és ha már itt vagy, kedves Bence, megkérdeznélek, hogy segítesz-e nekem kiválasztani a képet? Ti is fogjátok egyébként látni majd a képernyőn. Arra gondoltam, hogy ebben az első részben, hogy mondjam, egy kicsit a testemre fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy kinek mennyire számít szépnek a vékonyság. És hogyha jól fog sikerülni, akkor lehet, hogy csinálunk egy olyan részt is, ahol csak egy portré lesz, ahol az arcom látszódik. Mit gondolsz? De ez a kinek mi a szép elven, ez lehet, hogy valaki rád rak egy szarvat, egy szarvú leszel. Ez most sosem tudhatod egy. Hát nem! Érdekes lesz, az biztos. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végeredmény. Tuti lesz jön, aki a hátteret ki fogja cserélni. Szerintem is. Melyik legyen? Legyen egy ilyen. De hát ezen nincs a... Ez. Teftem. Küldünk. Négy. Nem küldünk négyet. Miért nem? Öt embernek küldjük el ugyanazt a képet. Akkor... De legyen ez. Lássuk, mit csinálnak. Nagyon nehéz dolguk lesz a lépcsővel, hogyha karcsúsítani akarnak. Az, hogy ne hajoljon el. De ezek nagyon jók, tehát ők tudnak, vagy ők? Nem tudom. Egyébként még egy fun fact az egészben, hogy az 5 kötőjel 10 dolláros opcióknál fogok maradni, mert itt az árak egyébként változnak, tehát 5 dollár a legalacsonyabb, ha jól tudom, és egész ilyen több ezer dollárokig mehetnek a szolgáltatások árai. Van de olyan, aki ezer dollárért Photoshop. Nem, ezt akartam mondani, hogy a Photoshop, az amiket én láttam, ilyen 100-200 dollár maximum. De nyilván a videó érdekességének a kedvéért mi az 5-10 dolláros opcióknál fogunk maradni. És akkor Bence azt mondta, hogy egy ilyen félportrét válasszak. Az jut eszembe, hogy az 5 dollárért én, tudod mit csinálják, beraknám Lightroom-ba, raknék rá színt, és ennyi. 5 dollárért. Mit csinál 5 dollárért? Ja, nem azt mondom, hogy rakja 200 dolláros, csak hogy... Meglátjuk. Akkor a képet kiválasztottuk, és most válasszuk ki a művészeinket. Tehát megvan az eredeti képünk, ráléptünk a Fiverr-re. Természetesen az a kép, amit küldeni fogok, teljesen szerkesztetlen. Se egy kis smooth tool, se egy kis színezés, semmi nem történt rajta. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit fognak velem kezdeni. Fine Services, Photoshop. Hoppá. Oké, kezdjük előről. Tehát. Photoshop. Vagy photo editing? Nem, Photoshop. Na lássuk. 4 euró, 79 cent. 6 óra.
alatt. És ez tényleg Photoshop-pal tehát csinálja. Tehát azt mit csinál? I will do professional Photoshop editing. Aha, 5 euróért gondolom. Ezt megnyitjuk egy új ablakba. Lehet, hogy meg is van az első. Ezek egész ügyesek. Mindegyiknek a képe úgy tűnik, hogy ügyes, aztán meg visszaküld egy gyerekrajzot neked. Próbálnék olyat keresni, ami úgy, tudjátok, úgy megfogja a szememet. Segíts! Annika egy Photoshop. Megváltoztatta a haja színét. Legyen Nazmult is. Úristen! A párnát kicserélte egy gyerekre. Hallod, egy kicsit megkarcsúsított emberünket, és rárakta, hogy King. Azt írja, hogy social médiára szerkeszti meg a képeket, úgyhogy nézzük akkor, hogy kiknek fogjuk elküldeni. Úristen. Hoppá! Ő is legyen a social médiát mindenképpen. Írjak még valamit? Nem. Feel free. Oké. Első kép feltöltve, és elküldöm. Esküle, nagyon izgulok, de miért? Utólag kell fizes? Nem tudom. Ezek szerint... Nagyon izgi! Mennyien használják ezt vajon ténylegesen? Nagyon sokan. Próbáltátok már bármire? Akármire? Nem. Kíváncsi vagyok. Wow! A kis cseles! Slow, medium, fast. Will edit your social media for... Ez valami borzalmas. Fizessem ezt, hogy... Ne. Ne? De mi van, ha nem csinál vékonyabbra? Azért azon a képen van egy kis pocak, van egy kis izé... Fent vagyok. Júj! Ketten válaszoltak. Igen, most fizetünk. Ez az. Kis sofizás. Júj, lemondta az elsőt! Jaj, nagyon izgi. Közben válaszoltam egyébként a másiknak is. Ő azt írta, hogy 10 dollárért fogja megcsinálni. Tényleg azt írta, hogy 10 dollár, pedig euróba számolunk. Tök mindegy, értitek a lényeget, úgyhogy várom, hogy elküldje a kérést, amire tudok igazából reagálni és fizetni. Úgyhogy ezeket befejezzük, vagyis hát befejezem. Összevárom majd a képeket, és hogyha az összes megérkezett, akkor fogjuk folytatni, és együtt megnézzük az eredményeket. És meg is érkeztünk. Ha jól számolok, akkor 4 nappal később vagyunk. 2, 3, 4. Igazából 15 perc telt el. A srácok itt a Fiverr-nél nagyon segítőkészek voltak. Nem, eltelt már 4 nap, vagy 3. Olyan, mintha tegnap lett volna, hogy itt csücsültünk. Szerintem 3 nap telt el egyébként, mert 2-t otthon voltam vásárhelyen. Ja, tényleg. És most van akkor a 3. nap. Így is van. Megkaptam minden képet. Volt, ami egész gyorsan ment, volt, ami kicsit nehézkesebb volt. De a képeket nyilván nem láttam, ugye? Nem, semmit nem láttam. Annyira furcsa volt, hogy úgy értékeltem a csávókat, hogy nem láttam a munkát, és mindenkinek értem, hogy ja, nagyon jó, köszi, király lett. Mindenkinek 5 csillagot adtam, és közben fogalmam sincs, hogy igazából mit csináltak velem, lehet, hogy kutyafejem van az egyik képen, és semmit nem láttam. Azt tudom, amit neked szeretnék itt megmutatni, mert ezt még te se láttad. Ő volt az a kedves csávó, aki leírta nekem, hogy Dead gorgeous. Drop dead gorgeous. I see no room for improvement in your appearance. Csodálatos vagyok, azt mondta. Igen. Na mindegy, de a lényeg az, hogy írta, hogy attól függetlenül megteszi a lépéseket, amit kértem. Melyikkel kezdjük? Tudjuk meg, a legelsővel, azzal a... vele. Az első kép. What? Történt egyáltalán valami? Szerintem semmi nem történt. Szint húzott rá, nem? Szaturáció és kész. Most szórakozol velem. Nem hiszem el. Nem, mintha olyan sokat fizettem volna érte, de... Na! Semmit nem csinált. Tehát itt van az egyik kép. Ez ugyanaz a kép. Hát az oké, hogy ugyanaz. Nem, nem csinál. Ez csak megszínezte.
Szívem, ez nothing. Ez konkrétan kontrasztot húzott a képedre, és egy kis szaturációt. De gyerekek, még a telefonon lett fotózva a kép, és nyilván iPhone-on a, mi az, a portré mód nem tökéletes, tehát a karom mellett, meg mindenhol ugye vannak ilyen kis hibák, és még csak az sem. De ember, konkrétan, azt nem hiszem el. Ráncaim ugyanúgy megvannak. Talán, ha nagyon jó fej akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a homlokomról egy nagyon-nagyon ini-mini kis pötyit leszedett, de ennyi. Te meg visszaírtad neki, hogy kösz szép test. Ó, fantasztikus. Nagyon jó. De csalódott vagyok. Azt hittem, tudjátok, hogy majd ilyen ezer köbcentis ciciket látunk, meg az utolsó lengő bordáimat kiveszik, vagy valami... Hát még a hasamból se vettek le. $5 gyakorlatilag megszíneztek, még az se. Na jó, hát akkor nézzük a következőt. Következő kép. Könyörgöm. Én nem azt mondom, hogy... Meghalok. Na ez, még a fáradtságot se vett. Szar minőségbe. De jó ég, ez még le is rontotta a minőségét. Minőségbe küldte el egy presetet rakott rá, tehát nem is ő saját maga színezte meg, hanem az egyik youtuber, fotós, bárkinek a presetjét megvette $5, ugye? Rebecca megvette neki, hogyha így is nézhetjük, és hát rárakta a presetet és elküldte. Nem azt mondom, hogy alapnak kell lennie, hogy topmodell bőrt csinálunk magunknak, de legalább annyit, hogy a pattanásokat, meg a ráncokat, vagy az árnyékot, egy kicsit leszedi a fotót. Érdekes, igen, mert én sem azt vártam el, hogy most itt $5 megváltsa a világot, de én azt nem gondoltam, hogy $5 csak dobnak rá egy szint. Hát azt bárki meg tudja csinálni. Nem, mert nem azt írják, még iPhone-on is meg nem azt írják, hogy megszínezik a képet, hanem hogy szerkesztés, Photoshop. Editing, igen. Ami nem színezést jelent, legalábbis hát ez, az én olvasatomban. Ez, amit most láttam, az konkrétan az, hogy a szerkesztőjét megnyitod az iPhone-nak simán. Ja, szaturációt így felhúzod, és akkor... Következő felrakom a szemüvegemet, hogy lássam a szép színeket. Oké. Ha jól tudom, Bangladesből a barátunk 2 képet küldött. Na, ő viszont már hozzányúlt. Tehát ő játszott a fényekkel, ha látom, beblőrözte picit a hátteret, ott mintha hozzá lenne nyúlva, megszínezte. Porcelánbaba arcot megkaptam. Köszönöm szépen, igen, nagyon értékelem. Kaptál egy retusálást, kaptál egy kis sárpent is, tehát élesebb lett a kép. Alapvetően ennyi, de már több. Tehát ez mondjuk megér $5, mert ez elég szépen hozzá lett nyúlva, szerintem. Ez megér $5, nem? Szerintem meg. Igen, hogyha azt nézzük, megmaradtak a vonásaim, éles a szemem, tehát nem csak így áthúzta az egészet. Alapvetően igen, hogyha valaki egyáltalán nem ért hozzá, és akar vele valamit, igen, ezen látszik, hogy történt valami. $5 megérte. Eddig, ha bár én nem ez így csinálnám, ő a nyertesünk. Lássuk, Francis, mit műveltél velem. Wow! Azta! Na ez megér $5. Várjál azért. Emberünk azért eljátszogatott a retusálással. A blurt megtalálta. Na jó, egy picit túlretusált. Nála, figyelj csak, ami miatt azt mondom, hogy nem. Nem is az, hogy az arcomon nem maradt igazából semmi. A szememmel mi történt? Beleretusált a szemedbe. A szemöldököm beleolvadt az arcomba. Szerintem jó. És ja, azt hiszem, hogy ő mondta, hogy kiavította az éleket, és hogyha megnézed, tényleg. Az igaz, hogy a blurt rendbe rakta mindenhol. Tényleg. De egyébként szívem, ebben, hogyha nem közelít bele senki, azért szerintem tökre elmegy. Igen. Mert hogyha erre élesebb lett a kép. Húzol egy kicsi structure-t rá, akkor meg lesz az a íve mindennek, és nem lesz annyira retusált az arcod. Szerintem. Nem jó? Lettem vékonya? Olyan, mint hogy... Szerintem nem. Oké, tehát ez kétségtelen, hogy ő tette a legtöbbet eddig. Azt hiszem, hogy az első csávó, akit néztünk, ő $10 kérte. Aki semmit nem csinált?
Igen. És most fog jönni a még egy 10 dolláros, a Drop Dead Gorgeous. Hát ez nagyon bókolgatott Rebekának egyébként. Tehát, hogy az... Kinek kocsinál? Te jó ég! Ezt nem láttuk! Olvasd el a fáj címet! Úristen, mindjárt elpirulok! Ez gáz! Ez nagyon kínos! Mondd el, légy szíves, hogy mi a fáj cím! Gorgeous Blondie. Csávó nem rámenős egyébként. Wow. Gorgeous Blondie on Fiverr.jpg. Jézus ereje. Megbízod a munkával, és akkor elkezd. Hát nem csak pók. Hülye. Szóval. Ne haragudj, de bejebb vette a derekamat. Tényleg? Látod? Igen, tényleg. Wow. Itt kintebb is húzta, nézd meg, meghajlította a lépcsőt is. Az arcomon is csinált. Igen, az arcod az világosabb, határozottan jobban látszik a szemed. Nem csak, hogy világosabb, a kezemet is bevette. Tényleg. Kikerekítette a cicim. Tényleg. De jó ég. Ilyen szerkesztéseket akartam látni, nem hiszem el. Kikeregítette a cici. Nem bírom. Szavar vagy itté? Egy kicsit amúgy igen. Na nézzük az arcom. Oké, a ráncaim eltűntek mindenképpen. A szememet sokkal jobban kivilágosította, mint amilyen. Megigazította a számot, te jó ég. Ezt én nem látom. Ja, de látom. Látod? Ó, behúzta az arcom. Nem tetszik így az arcom. Sokkal jobb így. Látod, hogy ilyen hegyes lett? Te jó ég! Ez nagyon kemény! Átírlak a telomba. Hol a telom? Gorgeous Blondie-ra. Köszönöm. Ez nekem nagyon tetszett amúgy. Ezeket ki fogom tenni egyébként sztoriba, hogy meg tudjátok majd nézni őket a videó után, egymás után. De, hát igen, ez volt az én első Fiverr-ös kalandom. Remélem, hogy tetszik nektek annyira, hogy nem tudom, más kreátorokat is tudjunk tesztelni együtt. Érdekelne az is, hogy milyen képet küldjek nekik, természetesen, hogyha szeretnétek. Esetleg, hogyha van ötletetek, hogy melyik képet küldjem el nekik, azt is megköszönném, és... Csináljak én is ilyen videót veled? Írjátok meg... Csináljunk ide egy szavazást, ott, ugye? Itt lesz a szavazás. Hogyha szeretnétek, hogy Bence csináljon ilyen videót, akkor szavazzátok meg, kommentbe is írjátok, hogy lássa. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Még egyszer, tényleg nagyon remélem, hogy tetszett nektek, úgyhogy ha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél és itt voltál velem, nektek pedig még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!